Napra pontosan egy hónap múlva kezdődik a már 20 éves múltra visszatekintő Árpád kupa. Idehaza talán kevesebbet lehetett hallani eddig a kezdeményezésről, mert hogy az Egyesült Államokban rendezik meg évről évre a focitornát, amelyen csatornánk szakkommentátorai Fehér Csaba és Juhár Tamás is részt vettek már. A San Franciscoi rendezvényt Steiner Tamás televíziós producer mutatja be nekünk ma reggel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. kívánok! Na, ez inkább focitorna, vagy egy ilyen családi-baráti magyar összejövetel a tengeren túlon? Hát ez 20 éve indult, ezt Las Vegasban kezdték el szervezni. Akkor egy, ugye focizni mindenki szeret a tengeren túlon is, és egy foci tornának indult, ami, ami 20 éven keresztül szépen ott Las Vegasban zajlott le minden évben, és Gáspár András barátommal fejünkbe vettük, hogy ezt át kellene hozni San Franciscóba, és egy kicsit családosítani kellene, és egy ilyen összmagyar találkozóvá fejleszteni valahogy. Nem csináltunk még ilyet, úgyhogy éppen tegnap este beszélgettem vele így a szervezésről, és tudatosult bennünk, hogy azért ez nem kis dolog lesz, de úgy néz ki, hogy jó lesz. Minden évben szoktak érkezni úgymond nagy nevek, akik itt Magyarországon fociztak, vagy idén Lisztes Krisztián tisztel meg bennünket, Vince Otto, de jön ki, mint minden, majdnem most már az utóbbi pár évben mindig Budominski Krisztián, vagy Badalik Szabolcs, csak 78-szoros labda válogatott, de a 80-as, 90-es évekből is, akik akkor voltak itt az NBA 1-es focisták, például Szántó Gábor, vagy Deszatnik Péter, tehát elég színvonalas ez a focitorna, tehát nem csak ilyen sörmecseket kell elképzelni. Tehát itt azért, persze természetesen ez egy baráti kupa, de azért itt színvonal is van, amire szerintem ezek a nevek garanciák. Parlamenti válogatott is érkezik? Igen. Én, ha jól olvastam, az a terv. Igen, igen, megtisztelnek ők is minket. Hát vegyük sorba, ugye Kanadából, ugye ezt az észak-amerikai magyarságot ezt együtt szokták emlegetni hát az Egyesült Államokban, aki él, mint magyar és Kanadában. Jön a Toronto idén, mint visszatérő vendég. Akkor ugye hát a, a, rendező San Francisco Hungarian Soccer Team, azaz mi is részt veszünk, ugye. De van még egy a San Francisco Bay a Silicon Valley Magyars, ők is részt vesznek. Aztán jönnek még ugye Cleveland, Ohio, ami úgy tudom a 70-es, 80-as években a második legnagyobb magyar város volt Budapest után, annyi magyar lakott ott Ohio-ban, Clevelandben, ők is jönnek. Aztán jönnek még Dallasból, és ugye Silicon Valley, ugye nem kell bemutatni a tech cégek hazája, a startupoknak a világa, a Google is indít foci csapatot, ez a napokban lett most biztos. Hogy néz ki a, a torna lebonyolítása, illetve ezek baráti társaságok, akik jelentkeztek, vagy ilyen félprofi csapatok inkább már? Hát baráti társaságok, de ugye benne élünk a fociba, ugye. Hát, és vannak ismerősök, akik vagy profilabdarúgók voltak, vagy, vagy tehát baráti társaságok, inkább azt mondanám, de megerősítve, combosítva a csapatok azért volt profikkal. Ez úgy néz ki, ez, ez kettő napos, ez a torna, csütörtökön és pénteken lesz megrendezve, a második játék nap után lesz egy bankett, ami abban is próbáltuk túlnőni a, Las rendezett tornák színvonalát, és meghívtuk idén Curtis énekest, ő ad egy rögtönzött koncertet ott a banketterembe, és jön Lekop György humorista is, emeli az estvényét. Hát akkor itt a lángos meg a gulyás mellett a magyar pálinka is lesz, hogyha jól veszem ki a szavaiból, viszont ez nem kevés költség azért így összerántani a, a, a magyar lakosságot Észak-Amerikában, és még Magyarországról ö, hozni sztár is. Ö, honnan van erre keretbügyi? Ezt miből oldjátok meg? Ez az elmúlt húsz év jó kapcsolatai? Ö, nem igazán. Sponzorok Ugye Észak-Amerikában, e, szóval mi azért a, a, úgy veszem észre, hogy azért abban is különbözünk a többi külföldön élő magyaroktól, hogy azért egy, egy magasabb életszínvonalon él ott mindenki, és nem e, megterhelő 100-200 dollárakat felajánlani. És, de természetesen kellett azért főszponzorokat is találnunk. E, Játkovics Tamás személyében egy, e, e, mint necénással leltünk. Aki bőkezűen támogatja a tornákat, de még, még sokan mások is ajánlanak fel kisebb-nagyobb összegeket. Úgyhogy ez elég sok pénzbe kerül, <laughs> És, de biztosítva van most már, úgy néz ki. Természetesen azért a, én mindig azt szoktam mondani, hogy a, a felajánlott összegeknek nincs felső határa, tehát bármikor adományt el tudunk fogadni, de anyagilag biztosítva van a torna. Orbán Vízt, Viktor miniszterelnök úr nagyon szereti a focit, esetleg őt megpróbáljátok egyszer meginvitálni? Hát reméljük, én úgy hallottam elfoglalt ember, de nem lenne ellenünkre, hogyha ha egyszer az invitást. Hát most igazából ezen még nem gondolkoztunk el, de ötletnek semmiféleképpen nem elutasítandó, szóval talán egyszer. Említetted, hogy honnan érkeznek majd csapatok Torontóból, Dallasból, most már a, a, az MLS-ben is vannak magyar játékosok, ugye ebben a szezonban már négyen is ott fociznak. Az ő megítélésük milyen kint Észak-Amerikában tudnak róluk, nagy közönségben, nem csak a magyarok, hogy látod a magyarok helyzetét kint? Most ez, ezt messzebbről kell inni, indítani. Amerikában ugye a kosárlabda, az amerikai foci és a jégkorong az ledönthetetlen a, a csúcsokról, viszont ugye van, amit az emberek néznek a televízióban, is, népszer és népszerű, és más amit játszanak. Tehát amerikai focit én is nézek, de nem amerikai focizom. Tehát mondjuk hosszú katinkának is szurkol olyan, aki nem tud úszni. Tehát de most a foci az úgy a 94-es világbajnokságot ugye Amerikában rendezték, és azóta egyre népszerűbb. És figyelik a focit. És például nem csak amerikai, tehát nem csak magyar származású, magyar kötődésű emberek ottként, hanem izigvérig amerikaiak is szólnak nekem, hogy akkor a Nikol is ez egy gólt. Uh -huh. <laughs> láttál ezért... itthon egyébként magyar bajnokit, most hogy itthon voltál? Hát sajnos nem tudtam elmenni egyre se. Tévében sem? Most. Eh, csak hát... az összehasonlítás miatt kérdezném, hogy viszont gondolom akkor még League Soccer mérkőzést láttál, vagy a kettő között? Szerinted hát, mi a különbség színvonalban? A gyorsaság, -e? a gyorsaság az mindenféleképpen, tehát az, azért a, a magyar élvonal... Abban erősebb az MLS? Igen, tehát a, a viszont, viszont amiben mindig is jó volt a magyar foci, a váratlan megoldások és az ilyen Szóval valahogy mindig érződik az MLS, tehát az ember nézi a szánhoz hogy meccset, mindig ott van, hogy ezek, ezek bizony csak könyvből tanultak focizni. Tehát azért nekünk, nekünk egy sokkal kombinatív játék amit, amit itt bemutatnak az nb egyes foci csapatok itt minden hétről hétre. Szóval... Ennyire volt időnk, Tamás. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és jó focit kívánunk, meg jó Árpád kupát 2017-ben is.